koszorúzással emlékeztek Komlós Juci, 19-19-20-11, Jászai Maridíjas színésznőre születésének 100. Évfordulója alkalmából egykori lakhelyén, a Városmajor utca 49. szám alatt elhelyezett emléktáblánál szerdán Budapesten. Hegedűs D. Géza Kossuth díjas színész, rendező, a megemlékezést szervező Maszkországos Színész Egyesület elnöke hangsúlyozta, olyan fantasztikus művészi pálya volt Komlós Jucié, amely csak keveseknek adatik meg, nevéhez hatalmas drámai alakítások fűződnek. Komlós Juci az 1930-as évek közepén kezdte pályáját Rózsahegyi Kálmán színészképző iskolájából indulva, majd számos vidéki és fővárosi színházban dolgozott. Hegedűs D. Géza kitért arra is. A Maszkországos Színész Egyesület és a Nemzeti Színház közös kezdeményezést indított az előző színész generációk emlékének ápolására. A terveik között az emléktábla állítások és megemlékezések mellett egy könyvsorozat is szerepel. Komlós Juci 1919. február 10-én született Szabadkán. Pályáját 1935-ben a Király Színházban kezdte. Játszott Szegeden, Miskolcon, az Operett Színházban, 1947 után a Művész, a Magyar Színházban, a Vidám Színpadon, 1957-től a József Attila, 1965-től a Thália Színházban. Pályája kezdetén szubrett és naiva szerepeket alakított, később kiváló karakterszínésznő lett. Játékát könnyedség, természetesség és érzelmi gazdagság jellemezte. A Néma Leventeziliája, a Hamlet Opéliája és a Koldus Operapolya, a Szókimondó Asszonyság Katája, a Légy jó, mint halálig nyilas Misie, a Kaméliás Hölgy Margitja volt. Komlós Jucit számos filmben és tévéjátékban is láthatták a nézők, egyebek között a Rokonok, az Aranyember, amire megvénülünk, az Esős Vasárnap és a Bőúék című alkotásokban. Több mint 10 évig alakította a Szomszédok című teleregényben Lenke nénit. Sokat szinkronizált, több mint 100 külföldi filmnek kölcsönözte a hangját, a többi közt egy időben az ő hangján szólalt meg a Miss Marple sorozat címszereplője. Művészi munkáját 1957-ben Jászai Maridéjjal ismerték el, 1960-ban érdemes művész lett, 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki. ...1998-ban beválasztották a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjai közé, 1999-ben Dérini díjjal tüntették ki. ...2002-ben a Nemzet Színészének választották, 2004-ben Pest Szent Lőrinc Pest Szent Imre díszpolgára lett, ahol gyermekkora egy részét töltötte.